Vagy már videó? Már megy hát 4 percet, másodpercet. Jó estét, kedves néző! Ez itt a Csak egy srác. Csak egy srácnak a videóját nézed. Halkíts már nappal, nagyon hangos ez a tévé, és nem mondják a hangomat. Kiütöd a szádat, szépen, magoltam, beszélsz, és ennyi. Már kezdtél. És fogják hallani. Légy szíves halkízen, mert nem hallanak minket. Itt van, nem a halkítva. Köszönöm. Ez a mai arról fog szólni, hogyan is tanulni meg sminkelni. De sminktanács adás következik. Kis púder. Kis púder, kis ecetik. De itt púderozzál, bazd meg! Ha nem. Hát biztos, hogy ne ott az asztalra. Nézzél már körül, ott magad körül. Apa, most megy a videó, hogy most belebeszéltél. Most megint a tagodat fogják hallgatni. Ez az én csatornám, a te csatornád. Ha szeretném olyan, akkor vissza egy új csatornát, és akkor jó, te lehet alatt a sztár. De most én vagyok a sztár ebben a videóban. Na. De nem érdekel, hogy ki vagy te. Tessék. Semmi gond, követő, rajongó. Ez olyan kis stílás volt, ezt felejtsd el, ezt nem mondtam. Na, kis púder következik, és egy kis bronzos szittás az arcon. Normálisan, nem tudod? Tessék. Semmi gond, néha valaki egy kis benfektes dolgai. Ilyen, ilyen is, hát egy kis púder az arcra. De bazd meg, ne a tiszta micsoda ruhára. Már megy a videó 2 perc, és nem tudom elkezdeni az egész műsort, mert belebeszélsz, miről van szó. Hova rakod? Egy kis púder az arcra, semmi gond. Kis sminkel, és így hajnali 2 óra, akkor, mert semmi dolga az embernek, nyilván minek alszol 2-kor. Egy kis smink. Ide is, és balra is, és jobbra is. Úgy látom, még itt is vannak foltokat, vissza kell rakni a fejre. Kis púderos. Nem elég a púderből szosze, rakunk rá még egy kis tonnát. És még egy kis tonnát. És morzolgatjuk befele. Be minden mélyed és berakjuk szépen a púdert. Mi a probléma tárgya? Az, hogy ne a terítőn. Tedd le a terítőről. Nem a terítőn csinálom. A terítő mellett. Sminkelek. Egy kis smink nem kell neked az orcádra? Kell kifestelek téged is, és mától már Barbie köver vagy. Egy kis smink. Jó. A látom most már teljes a teljes az összkombináció. Na, egy új szót találtunk ma föl. Vagy melyik a bronzosító, és melyik a highlighter? Bazd meg, melyik lehet az? Hát nyilván ez a highlighter, ez a bronzosító. Ja, hát ide fel van írva, hogy highlighter és bronzosító. Bocsi, elfelejtettem. Debutus vagy. Kis bronzosító. Katasztrófa. Mi a probléma? Semmi, katasztrófa. De mi katasztrófa? Hát beszélj normálisan. Hát most mi a probléma a beszédemmel? Egészségedre! Egészségedre! Ez a sminktől, mondom! Na, kis bronzosító, szóval elég a bronzosítóból. Raksz rá még egy kis tonnát, és még egy kicsit, és felrakod finoman. Úgy látom ebből szoszálni. Még mindig nem elég. Csak rakod és pakolod. Még színes szintse, nem látom a színét se. Na. Nem felemás a két oldal?
Még úgy gondolom, hogy nem elég a bronzas hatásból. Na milyen vagyok? Apa, mondj egy kis véleményt. Nem hiszem, már nem is lehetsz, bazdmeg. Ott a telefon. Mit keresel? A telefonodat? Arról videózok. Gratulálok. Ez a kamera. Az. Jó, semmi gond. Sminkelj! Gyere, apa, kiszminkellek, ülj le ide mellém, gyorsan mentén! Ülj le ide! Ülj le, apa! Gyere! Kiszminkelésekbe vagyunk. Lassan, mint a benszülöttek, úgy nézünk ki. De semmi gond. Ez csak egy hétköznapi viselet az arcunkon, semmi több. Jó? Amikor már úgy gondolod, hogy elég a bronzosításból, akkor jön a... ...vieségedből is már elég. Semmi gond. Néha egy kicsit alábeszélő a kommentátorom. Fel van bírálva, semmi para. Na jó, akkor ez kész is van, úgy gondolom. Az a baj, ebben a fényben nem tud rendesen sminkelni. Nem elég a fény, az a baj. Jön a most a highlighter. Kicsit, nem, még ebből se elég. Az a baj, ez eset nem is tudom mire való, csak rakom föl, pakolom föl a highlightert. Azt hiszem, jó helyre kell. Mi a baj? Mondjad, mi a probléma? Az, hogy ne a terítőre. A terítő egyáltalán nem sminkes. Egy kis highlighter, üda is. Tudjátok, mi a motto? Csak a kera, kera, kera. Hát, hülye kera, bazd meg. Tessék. Semmi, kerázzad ki magad, bazd meg a... Kerázom így hajnali egy órakor most, na. Kerázok magamat. Hát igen, köszönöm, még így is jól nézek ki. Na. Nem elég szosze, szosze elég. Most már össze lehet keverni mind a kettőt. Hát, ha jobban nézünk ki. Hallod, apa? Az egész terítő tiszta púderes, meg bronzosítós, meg... Mi? Minden. Az egész terítő tiszta sminkes. Már, hát tényleg nem vagy komplet, eddig sem voltál. Most akkor hogy szedek be a terítőről ezt? De komolyan mondom, nem hiszem el. Apa, az egész terítő tiszta smink. Ez ki fog jönni belőle? Nem, tényleg nem. Na. Úgy nézem, hogy... Készenek is vagyunk mára. Mehetünk aludni. Tudjátok, az álmunkba is jól kell kinézni, nincs messze. Álmodba, ja. Nincs messze. Az a baj, a kommentátor kicsit túl van most hergelve, és ilyenkor... Mi van? Ilyenkor nem lehet rendeszemre dolgozni együtt. Kicsit néha félrebeszél, de szemben. Belehintjük a sminkes szivacsot is a fejünkre, hogy beleragadjon a smink. A beauty glenderünket. Üljek bele és beleragad? Kaptam egy új tanácsot. Rárakod az egész fejedet bele. Azt hogy kell berakni? Most nyisszem ki a pudert és a bronzacsit és rakjam bele a fejemet? Ezt mi? Apa, nézd! Berakom a fejemen. Ah, édes jó Istenem, komolyan mondom, nem hiszem el. Kettőt az egybe? Eltörtem! Hallod, fejezd már a hülyeséget! Hogy nézd, de szépek vagyunk! Te olyan, mintha két szarvad lenne. Nézted már fejedet? Nem. Kicsit olyan foltosnak látom, de... Nem, két szarvad van, bármely. Ördög.
Na, hogyha most meg is szépültünk, akkor most elbúcsúzok tőletek, és találkozom a következő videóban. Eddig is puszá! Jaj, ez biztos volt, bazd meg. Az abban olyan sok videókat nézik az emberek, és most nekem valami egyéni köszönés kéne. Ezen még gondolkozunk. Ciao! Hogy kezd megállítani? Megint elfelejtettem.